Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Daráló Hírügynökség, és beszéljünk egy kicsit a kopizásról. Előszeretettel dobáljátok ezt a szót bármiféle belegondolás nélkül. Egyesek már azt kopizásnak hívják, ha két videós ugyanazt a pályát vagy játékot mutatja be, ami teljesen nevetséges, hiszen a moziban sem kiabáz be, hogy ezt a filmet máshol is vetítik. Szóval a lényeg, hogy tulajdonképpen mi is az a kopizás? Elég. Einstein szerint az az alkotás számít kopinak, ami egy másik alkotásból vagy alkotásokból vesz át sok jellegzetes vagy egyedi elemet, és itt jön a képbe a feldolgozás kérdése, hiszen az pont arról szól, hogy minél több elemet átvegyen. Akkor onnan tudjuk, hogy feldolgozást vagy kopit láttunk. Egyszerű, a feldolgozásnál előre el van mondva, plusz a cím is általában ugyanaz. Viszont kalandpályáknál nem szokás más pályákat feldolgozni, így valószínűleg kopival van dolgunk. De van még egy lehetőség, az utalás. Az utalás tulajdonképpen egy, de legalábbis kevés elem átvétele, vagy arra való célozgatás. Ez is úgy szép igazán, hogyha nem a fő történet része, hanem inkább easter egg. Ha túl sok utalás van és túl nagy szerepet is kapnak, akkor billen át a dolog másolatba. Csak hogy magyarul mondjam. Aztán ott van még a paródia is, de nem gondoltam komolyan, hogy ezt a témát körbejárjuk. Gameplayre pedig azért nincs értelme azt mondani, hogy copy, mert azok arról szólnak, hogy egy másik alkotást mutatnak be, a boltokat csak kopizzuk le, mert mindegyikben lehet kenyeret venni. Persze van az a szint, amikor érezhetően egy másik gameplayesre próbál hajazni, az már nagyon durva. A darálóval kapcsolatban pedig azért zavarva a dolog, mert nincs más, aki értékelni is a bemutatott pályát, meg tanácsokat is adna az építéssel kapcsolatban, vagy legalábbis nem tudok róla. Szóval, mikor olyan pálya szerepel, ami máshol is volt, és ráírjátok, hogy copy, meg ó, ezt mást is kijátszotta, ilyenkor olyan hiába valónak tűnik ez az egész szórakozás a bemutatással és az értékeléssel, mert ezt inkább bemutatónak hívnám, mint végigjátszásnak. Persze ez nem a többség, de gondoltam beszélek róla, mert kíváncsi vagyok, ti mit gondoltok. Véleményeteket írjátok meg a videó alatt, hozzászólásban, fönt, lent, Facebookon, Twitteren, palackpostán. És hogy ennek miközben mai pályához, az égvilágon semmi. Mutasd már a pályát, mi csak fantáziátlan gameplayt akarunk látni, nem kellenek jelenetek, effektek meg vágás. Jól van, na. Gondoltam kicsit érdekesebbé teszem a videót. Kezdjük már el! Sziasztok! A mai pályát Sapkú készített, és az a címe, hogy a gonosz testvér. A pálya végére úgy döntöttem, hogy ebben a részben magamra öltem a nyelvtan náci szerepét, ez ugye a nyelvtanimátor legnagyobb ellensége. Ugye szoktunk róla panaszkodni, hogy nem írtok helyesen, meg nem figyeltek oda, meg hogyha szóvá tesszük, akkor is megsértődtök, meg minden bajotok van. Fú, tényleg, a rekordidáig az volt, hogy valaki hibásan leírt egy szót, és azzal védekezett, hogy szerinte így jobban hangzik. Szóval úgy döntöttem, hogy a mai részben nem csak szóvá teszem a helyesírási hibákat, hanem meg is mutatom, hogy hogy van helyesen, hiszen így lehet fejlődni. Nem tudom, mennyi ellenséget fog szerezni ezzel a videóval, de ha ezek után mindenki le fogja tudni írni a menny szót, a menny igét felszólító módban Eper2-ben, nem pedig a mennyországot, akkor bevállalom ezt az áldozatot. Lássuk a pályát. Íme, kezdőszoba, valami erdő szélén, cuccok, történet és szabályok, milyen szabályok, jujjujjujj, Gémo nullában játsz, beállítva, peac, peaceful, beállítva, ne üs blokkot, ne csaj. Akkor lesz a történetet. Te egy gonosz testvér öccse vagy. Te egy gonosz testvér öccse vagy, várjál. A testvérem gonosz. Oké, a lényeg, hogy nem én vagyok a gonosz. Aki nagyon meg akar téged szivatni, ezért épített neked egy akadálysort. Nyugi, nem első pályásokat. Az éjjeli plüsmacithoz. Hát nagyon ravasz. Feladat, menj! Ki a szoroshoz és kövesd a podzolt, hogy szerezd vissza a plüsmacid, és utána győzd le a kis trollt. Jó, kalandozzunk. Pókháló szerintem nem kell. Dászmelvért. Nem fogsz eltállni semmit. Hát ez nagyon
motiváló íj, fogpiszajáló fakar, romlott aranyalma, nem is tűnik romlottnak, valaki belepisílt, tök jó csizma. Hát, ezek a vicces tárnevek. Kis tűz. Copyright Kenny 26. Oké. Okay. Sejtettem, hogy tőle van, de folyam, hogy kisírta. Jó, hát akkor körülnézek, hát el van itt valami dugva. Itt van pár másodperce, még odaérek a ládához, gondolkodtam rajta, hogy kivágjam-e, most már marad. És igen! Egy lever. Hát mivel ugye ezt a túlélőbe kell játszani, ezért bárhová lerakhatom, és nincs rajta üzenet, hogy jó, légy szíves, ne rak bárhová. Nincs, hogy lehet, hogy lerakom erre a fára. Nyugi, nem raktam le a kart, viszont találtam egy barátságos barlangot. Egy ilyen kis zsákutca, egy szűk barlang, egyetlen egy gomb van, semmi kiírás, kicsit se gyanús. Na jó, nyomjuk meg. Biztos nem fog semmi rossz történni. Kiszedted a pokhálókat? Ó, hogy enne po... Há, és kinyílt? Attól nyílt ki, hogy kivettem a pokhálót. Ha, biztos. Azt mondja, ja nem kellett. Ó. Oh. Oké, okay, eddig ötletes. Ha valami csúnyát mondanátok, mondjátok azt, hogy ötletes. Ja, a legutolsó bokorban van egy láda, amiben van egy kar. Azt kiszedted? Ahahaha, persze, hogy kiszedtem. Túljártam az eszeden. Nem mondod, hogy kell még egy kar. Látom a barriert. Hát, igen. Hát az van, hogy nem ajánlatos túlélőben kalandpályát csinálni, mert így látszódnak a láthatatlan blokkok. Hát akkor önként is dalolva beleugrok ebbe a lávába. Ütősen indult ezzel a karos meg pókhálós átveréssel, de ez a léván... Még egyszer. Ötletesen indult ezzel a pókhálós meg karos átveréssel, de ez a láván átúszás, hát ez nagyon első pályás, ahogy ő fogalmazott. Azt mondja, szerencséd volt egy kis nyomi. Úristen, ezt szeret üzengetni. Ha jól sejtem, az egyik nyitja az ajtót. Rossz. Egyelőre még össze-vissza nyomogatom, hát ha eltalálom véletlenül. Értem én, hogy szivatos játékmened, de szerintem egy kicsit túlzásba esett. Jó! Jöjj. Oké. Okay. Még egy üzenet. Siess már! Nagyon vicces volt. He? És lassúság van rajtam. Ezzel még az aranyalma sem segít. Azt mondja, most már a szabadban lesz dolgod. Tök jó. Ó, oh, tej! Tipp. Azt a blokkot kövesd, amin a gömb van. Igen, tudom, hogy félreolvastam, észre fogom venni. Nem hiszed el? Megmutatom. Most esik le, hogy nem gömb, hol van? Hanem gomb, nem tudom, miért gömbnek olvastam. Látod, hamarosan észre fogom venni. Menj el Bözsi nénihez ezekkel. És két csirke. Itt először nem esett le a dolog, és megnyomtam az összes gombot, mindegyik kiírt ugye egy feladatot, hogy itt arról van szó, hogy mindegyik egy küldetést indít el, és a helyszínre kell menni úgy, hogy követted azt a blokkot, amin a gomb volt. Tulajdonképpen leírtad, de hát a rák tudja, miért nem esett le először. Na né, hát nem itt vagyok. Akkor ez biztos egy tükör. Ha? És tényleg egy tükör. Behalok. Hát hogy is mondjam, fura vagy. Az biztos, nincsen kezem. Én szerintem ilyen félvér vámpír vagyok, hogy nem mindenemet tükrözi a tükör. Most esik le, hogy nem gömb, hol van? Hanem gomb, nem tudom, miért gömbnek olvastam. És akkor amelyiket megnyom, az ahhoz tartozót kell követni. Aha. És akkor nem az volt Bözsi néni, hanem az a föld volt, hogy nézzek be a kunyhóba. Aha, jó. És ez a Bözsi néni is, igen. Bözsi néni! Jó napot!
kiskertbe. De a pénzt nem, na mindegy, bedobom. Mindegy, hogy hová? Nincs ilyen ellenőrzés, csak egy ilyen poén volt. Hát ez jól sikerült. Egyel közelbe az én kis macikámhoz. Menj el a barlangba. Júj. És ott is ott vagyok. Ez biztos a gonoszikert testvérem. Nem. Ez a lányi kertestvérem, Csabu lány. Szerbusz, te kis gerjesztő oroszlán. Grrr. Oké, mégsem a testvérem. Szia, gondolatban ne húzzunk innen. Hát elég lapos. Mi van? Kíváncsi természet vagyok. Oké, most az a problémám, hogy ezek ilyen easter egg-eknek, gegeknek elmennek, de itt ez a küldetés, úgyhogy egy kicsit fele más érzés. Azt mondja, menj még mindig két ennyel a faluba, és ott meg tudod, mi lesz a feladatod. És egyébként abszolút kizökkentő, tehát elvileg most engem megszivatott a gonosz testvérem, és jól eldugta a macimat. És ezt így megszervezte, vagy mi? Tehát úgy valahogyan ellentmondásos a dolog. Sihuhu, gyermekvasút biztonságos, huhu, mekkora smiley. De biztonságos. Hú, ott visszapattan leszállás. Szia, kocsi. Azt mondja, a gonosz tesó. Na itt vagy a faluban, most egyébként hol van a gonosz tesó, vagy mindig a gomb, vagy ami blokkon rajta van, mert legalább látnám őt. Vagy ezek csak üzenetek? Jaj, úgy nem derül ki, az a baj. De mondjuk üzenetek. Na itt vagy a faluban, vagy hangüzenetek, igen, egy csomó ilyen hangüzenetet elrejtett. Na itt vagy a faluban, most húzzál be a katona toronyba, kövesd a követ, hogy vegyél fegyvert, majd elmondom mire kell, nyugi, nem mob fight, az túl egy első pályás lenne. Tehát fontos, hogy azt a könyvet kövesd, amit a feladat mond. Azt a követ? Könyvet? Hát ez is kő, meg ez is kő. Hát akkor kövessük a követ. Ez lesz a katonatorony. Jövök. És itt van Alfred. Hú. Szevasz. Te szedd el nekem 10 virágot, megkapod a fegyvert, indulj, szedd el! Ezt nem is tudom, hogy kell ragozni. Szedelek. Akkor most szedelek virágot. Ha megvan a fegyver, nyomj rá. Ja, és akkor... Atomi betapsít a pálca! Nincsenek rajta incsontok, illetve egy van, de az kevés, nagyon éles. Nincs intro. És hogy megyek ki innen? Azért kiugrani meredek. He? Azt hittem meg van csinálva, nem lehet kiugrani. Viszont ez nincs megoldva, hogy ki tudjak menni, de komolyan. Hát akkor csak ott kell kiugranom. Oké, hogy ez egy ilyen katonai torony, de nem hiszem, hogy így közlekedjenek nap mint nap, az a víz túl messze van. Hop, oda. Igen, és megoldom. Banya. Bocsi, arrébb állnál, egy virágot szedelek. Kösz. Nesze, virág, ide pálca. Na, indulj, kövesd a kőtéglát. Kezdés. Mit csinál kezdve a szegény malacsal? Na, akkor kezdődjük a harc, ja látom. Fő ellenség. De félelmetes. És az oroszlán levadásza a malacot. Hú, láttad, ez Csabinyó, ilyen veszélyes ez a pálca a malacokra.
Ha legyőzted, kövesd a mohás követ. Tök jó poénok vannak egyébként, meg tök jó ötletek, de... De annyira kaotikus. Csináld ezt, mennyire csináld ezt, mennyire... Nem mondod. Ja, és nincs nálam... Mehetek gyalog. Szóval az a baj, hogy, hogy olyan nagyon kaotikus, olyan... De nincsen kapcsolat így a részek között, csak tök véletlenszerű poénos küldetések. De így a... nem is tudom. Nehéz így beleélnem magam. Azt mondja, innen tudom az utat, és az nem csinál semmit. Hát akkor maradt a kő. Boss fight. Hát most már van ott a műbertap sétapálcám. Azt mondja, azért viszek TNT-t, hát ha jó lesz valamire, biztos, ami biztos. Gyémántblokk, Redstone, aranyblokk, TNT. He-he. Tip. Gyémántblokk, Redstone, aranyblokk, TNT. Ja, hogy a gyémántblokk a Redstone és az aranyblokk a TNT. Hogy mit, mire rakjak? Szerintem úgy kell ezt érteni. Tehát a gyémántblokkra Redstone-t rakjak, az aranyblokkra meg TNT-t. Jó. Itt a gonosz tesóm. Na most kinyílak. A macil se lesz a tied. Gyorsan vedd el a maszkot, és menj ki, aztán adj gyújtást, hogy robbanjon. Itt a prismacim, ez nem egy... ez nem egy pedomaci? Hú, hát érdekes egy gyerek, az biztos. Aha, 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 aha. Hát akkor... Azért egy kicsit durva büntetés kinyíni azért, mert elvette a macimat. Érdekes egy család. Arra fogok elszaladni. Szevasz, gonosz... tesó. A gonosz testvér. Készítette sapkú. Vagy hogy is kell olvasni. Történet. Érdekesen indult, ez a szerezzük vissza a macit. Aztán valahogy úgy eltűnt a történet, csak feladatok voltak. Aztán a végére visszatért megint. Igazából a kapcsolatot nem nagyon érzem a küldetések meg a macerrablás között. A játékmenet is hasonlóan kaotikus volt, jó poénok voltak a pályán, de az egész olyan volt, hogy megcsináltam, épp eszébe jutott, és akkor kész a pálya, és úgy nem volt összefüggő. A díszítés az összességében egész szerény volt, viszont voltak helyek, amiket egész jól megcsinált. A hangulat nálam meghatározhatatlan, de semennyire nem tudtam magam beleélni, annyira káosz volt. A kidolgozottsággal úgy összességében végül is nincs nagy gond, ja, minden működött, aminek kellett. Ami nagyon fáj, ami mellett nem tudok elmenni, hogy túlélőben kellett játszani, tehát sokkal szebb lett volna, hogyha kalandmód. Értékeljünk! Hát srácok, ezt a pályát csak akkor ajánlom, ha eddig kizárólag sablon pályákat láttatok, akkor felüldülés lehet, hogy van valami történet, foszlány, egyébként meg túl irracionálisnak fogjátok tartani. Persze lehet mondani, hogy ez egy ilyen morbid világban játszódik, de sajnos annyira azért nem átgondolt a dolog. Mindenképpen egy 9 évest vigyetek magatokkal, ha multiban szeretnétek játszani. Ő tutira fogja élvezni. Fogyasztásra pedig egy marék fagyasztott mazsolát javasolnék. Én Csabusa voltam, találkozunk a következő részben.